Sose fogjuk megtalálni, már csak egy darab marad. Hátha. Srácok, megtaláltuk a mester Snapchaten. Akkor gyerünk és keressük meg. Jól van. Megtaláltak. Mester, te vagy az? Mester, régóta keresünk már téged. Mi történt veled? Már régi árnyéka sem vagyok önmagamnak. Hosszú idők teltek el, mióta nem jártam abban az iskolában. Azóta megcsináltam egy növénygyűjteményt. Ezen túl kiolvastam egy kötelező olvasmányt. És végül megcsináltam egy batikot. Hát ez nagyszerű mester, de segítened kell, bajban van az iskola. Nem tehetem. Anya nem enged, ugyanis egyes lett a kémia dolgozatom. És a javított dolgozata, mi van? Nem írhattam. Tehát így az iskolában mi lesz mester? Sürget az idő, segítened kell. Na jó, legyen. Most talán még egyszer. Utoljára megmentem az iskolát. Ezután hőseink megbeszélték a mesterrel, hogy tudhatnák legyőzni a sötét hatalmat, és miként szabadíthatnák fel a diákságot. Emberek, íme az ezer évet késő súlya. Kémeink legfrissebb jelentése szerint tudomásukra jutott az új jelszó. Laudétur Jéka! Hát ez nem működik. Főnök! Betolakodók vannak a kapunál. A régi jelszóval akarnak bejutni, de aranyosak. Engedjétek be őket. Már rátalak benneteket! Ne állj az utunkba! Nem tudsz minket megállítani! Rajtam úgy sem juttok át! Veszíteni fogtok! Nem fogunk! Ne húzd tovább az időnket! Ennek itt most vége! Elengedsz minket! Elengedlek titeket! Többé nem fogsz az utunkban állni! Többé nem fogok az utatokba állni! Egy diszkre átmásolod nekünk a főhadiszállás kódját. Egy diszkre átmásoltam a főhadiszállás kódját. És megadod nekünk az új wifi jelszót. És megadom nektek... Aztán! Menjetek innen! Nem ismerem ezt a jelent. Szerintem mi lehet? Ismerek egy kódfejtőt a közelben, szerintem keressük fel. Várj, jó, induljunk. Ez! Mit úgy hallom, bent birodalom óra van. Hol van, kizengjetetteim? Megfejted a kódot. Ah, ugyan már,
ne fáradhatok már, nálam ez nem működik. Lássátok be, vesztesek vagytok. Hát... akkor úgy látom, keményebb módszerekhez kell folyamodni. Ugyan már! Nézzük csak, hogy van itt. Beszibáltok. Úgy sem ered. Ágnes asszony. Mit csinálsz? Hagyd már abba, megőrültél! Toldi. Jaj, ne! A Toldit ne! Könyörgöm! A Toldit ne! Minden megadom! Csak a Toldit ne! Könyörgöm! Minden megadom! Csak a Toldit ne! Tudod, mi a dolgod? Hát mi az én dolgom? Ja, hát a megoldás Balladai homályban marad. Köszönjük. Mester, nézd, mit találtam jegyzetek között. Ez jelent valamit. Megvan a rég először, Jerry. Sietnünk kell. Ismét találkozunk. Már vártam. Rád viszik.
mester. A mester mondott valamit. De nem emlékszem, mi is volt az. A megoldás köztetek van, behálózza a mindennapjaitokat. A wifi. Az lesz a fő erőforrás. Megvan a megoldás. Azt hittétek, hogy legyőzhettek engem? Nem tudjátok, miből fakad az erőm. De tudjuk. Ne! Ne! Felszabadította az iskolát, Máté irányításával minden visszaállt a régi kerékvágásba. A termeket nyitva hagyták szünetekre, a nagymestert rehabilitálták, mindenkinek járt kakaó, és végül minden diáknak erős és megbízható wifi forrás hoztak létre az iskola egész területén. De a sötétség sosem tűnik el nyomtalan. Kár. Pedig ígéretesnek tűnt. Na szervusztok, Rózsa Krisztina vagyok, hogy az Erzsi Színházban. És kedves diákok, arra szeretnének kérni veleteket, nyomatok. Szeretettel, megvilázva, hogy mindenki szavazza 11B. Szavazzatok a 11B-re. Oké? Simozoli vagyok, színművész, és a Miskolci Nemzeti Színházban játszunk, és azt szeretném kérni tőletek, hogy szavazzatok a 11B-re. Köszönöm. Sziasztok!